Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta miniszter úr a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Benne vagyunk a koronavírus járvány harmadik hullámában, mely a szakemberek szerint hamarosan tetőzni fog. Ezzel párhuzamosan viszont zajlik az oltás. Magyarországon jelenleg körülbelül hány embert oltottak már be? Hogyan néz ki az európai viszonylatot tekintve, és hogyan halad az oltási program? Magyarországon 1,8 millió ember már megkapta az oltást, és naponta 40-50 ezer fővel ez a létszám, ez növekedik is. De Európában tulajdonképpen az első helyen vagyunk, hiszen a kis megyényi Málta az, amely megelőz bennünket, és ez szerintem egy nagyon nagy eredmény, mutatja azt, hogy az emberek kérik az oltást, és azt is, hogy sikerült a kormányzatnak megoldani azt, hogy legyen oltóanyag, bár nyilván több kellene, mert többet is be lehetne adni, de mégis folyamatosan biztosított azt, hogy az embereknek megvédjük az egészségét. Ez azért is fontos, mert egészen példátlan viták alakultak itt ki, hogy melyik oltóanyag jó, melyik oltóanyag nem, így a vakcina, ez egyik jobb, a másik kevésbé jó, tehát lassanként már az olyan érzés van az embernek, hogy mindenki virológus ebben az országban. Szerintem a legmegbízhatóbb forrásokra, Müller Cecíliára célszerű hallgatni ezekben a dolgokban, illetve Merkeli profra, aki a Szemmelweis Szőlős Tudományi Egyetemnek a rektora, több szakvizsgában rendelkező orvosok. Általában az orvos társadalom döntő része az elfogadja az oltást, és ennek is köszönhető az, hogy folyamatosan emelkedik ez a szám. Én bízom benne, hogy hamarosan lehetővé válik az országnak a régi életritmusba való visszatérése is. Ahogyan említette miniszter úr, hogy többféle virológus létezik már az országban, hisz mindenki annak vallja magát, és hogy tényleg a szakemberekre kell hagyatkozni, és a Magyar Tudományos Akadémia egy fantasztikus kisfilmmel is bemutatta, hogy hogyan hat a koronavírus járványra, meg magára a vírus fertőzésre, a vakcina beadása, ez is segítve vélhetően az embereknek a hozzáállását az oltáshoz. Lehet egy ilyen motiváció benne? Szerintem minden eszközt meg kell ragadni. Tehát amikor Kásrel Miklós, aki 4 szakvizsgával rendelkező klinika vezető, főorvos, orvos professzor, egészségügyi miniszter elmondja azt, hogy miképpen kell ezt a dolgot látnunk, miképpen értelmezhető a vírus, az ellene való védekezés a legmodernebb orvostudomány szempontjából, akkor nagyon hasznos egy ilyen film például, amely közérthetően fogalmazza meg azt, hogy mi az a betegség, amely sajnos sújt bennünket. Én a saját Facebook oldalamra is feltettem azért, hogy akik látogatják, első kézből jussanak friss információkhoz. Miniszter úr, hogyan értékeli a nemzeti konzultációnak az eredményét, illetőleg a lakosság hozzáállását a nyitás lehetőségeihez? Szerintem a konzultáció az nagyon hasznos, hiszen olyan, mint egy népgyűlés, tehát a közvetlen vélemény nyilvánítási lehetőség. És itt Karcagon ennek mindig volt hagyománya, mert ugyan nem ilyen elektronikus formában, de az emberek elmondták a véleményüket őszintén, és hát ez szintén egy ilyen dolog. Látszik az, hogy kellő felelősséggel viszonyul a társadalom legnagyobb része a járványhoz, a járvány elleni védekezéshez, de ugyanakkor szeretnénk azt is, hogy az élet kerüljön vissza a rendes kerékvágásba. Ez érthető, mert a fáradtság jelei ilyen hosszú idő után már jól láthatóak. Olyan szabályokat kell betartanunk, amelyek korábban nem léteztek, olyan járvány ellen kell küzdeni, ami a kollektív emlékezetében a magyarságnak nincs hozzáfogható. Tehát egy egészen rendkívüli helyzet, szinte háborús intézkedéseket kellett meghozni. De én bízom benne, hogy amikor meg lesz a kellő számú átoltott állampolgár, akkor a szabályokat majd lehet enyhíteni. Miniszterelnök úr, az operatív törzs ezen dolgozik, látszik is egyébként az, hogy milyen irányba mozdul majd el a szabályozás. Magyarországon a pandémia ideje alatt milyen az élelmiszerellátottság? Hát én úgy látom, és bárki láthatja, hogy teljesen zavartalan, tehát folyamatosan dolgozik a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kereskedelem is. A boltokban minden hozzáférhető. Magyarország összes alapvető élelmiszerből exportál, önellátása biztosított. Tehát alaptalok voltak azok a hangok, hogy 3 napig elég, meg 1 hétig elég, meg ilyesmi. Látszik az, hogy kellő tartalékokkal rendelkezünk, és aminek én örülök, hogy a feldolgozó iparra a kormány az elkövetkező években rendkívül nagy összegeket fog fordítani.
Miben lehet egy kicsit speciálisabb a kis települések helyzete, élete most a pandémiában, ahol helyi termelők is elérhetőek? Hát a kis településeken eleve kevesebb a járvány áldozata, kevesebben kapták el, mert ez általában a népsűrűség és összefüggésben, hogy mennyire terjed el egy ilyen vírus, de a munka ott is folyik, a Karcagon is, a vidéken, az élet az a vendéglátástól, turizmustól eltekintve a régi munkás hétköznapok által jellemezhető, és én örülök annak, hogy ez a válság felszínozott egy csomó olyan helyi terméket, helyzetbe hozott olyan helyi termelőket, akik akár a szűkebb közösségbe, akár nagyobb körbe tudnak teríteni. És én is most van egy ilyen közvetlen élményem, egy mezőgazdasági vállalkozó barátomat látogattam meg virtuálisan itt valamelyik nap interneten keresztül, aki például terít számítógépről, internetes megrendelés keresztül különböző húsárókat, hamburgert, felvágottakat, vésliket, konkrétan házhoz szállítják, a címre juttatják el ezeket a termékeket, amik helyi jellegűek idő a környékben is terítenek belőle. Tehát olyan új értékesítési formák alakultak ki, amelyek valószínűleg a járvány után is működőképesek lehetnek. Milyen lehet a magyar mezőgazdaság helyzete a vírus helyzet leküzdését követően, mire számíthatunk? Hát néhány dolog azért látszik. Az egyik az, hogy tavaly eléggé csapadékos volt az év második fele, a pandémia is közbeszólt, és a magyar mezőgazdasági termelés mégsem csökkent, kismértékben emelkedett a magyar mezőgazdaság kibocsátása. És ez egy kellő alap arra, hogy amikor véget ér a járvány, beindul a turizmus, valószínűleg növekedik a fogyasztás is azokban az országokban, ahol a turizmus sokkal nagyobb nemzetgazdasági ágazat, mint Magyarországon, ilyen például Dél-Európa, akkor az exportpiacokon előrébb tudunk majd lépni, tudunk majd nyomulni. Nyilván ez kellene fejlesztések, és most is zajlanak ilyen beruházások, de az, hogy a vidékpolitikára a kormány rekordösszeget szán az elkövetkező időszakban, az lehetővé teszi azt, hogy még több készterméket tudjunk exportálni. Milyen beruházások, fejlesztések vannak folyamatban, illetőleg várható a Karcag területén? Látszik az, hogyha a városba teszünk egy kört, akkor azért folynak építkezések. Az Agrosprint telephelybővítés, ami 50-70, lehet, hogy 100 plusz munkahelyet is jelent majd, ahogy beüzemelik ezt a beruházást. Itt a Ladányi úton jól látható, ott a teleprendezési munkák folynak. Hogyha az ipari park irányába megyünk, akkor a Penny logisztikai bázisnál szintén egy csarnokbővítés, tulajdonképpen a telepenek a megduplázása, előkészítő munkálatai zajlanak nagyon nagy erőbedobással, a gépek azért ott is mozognak. Kerékpárút épül a belvárosban, ami balesetmentesebbé teszi a biciklisek számára a közlekedést, és hát a közelmúltban készült el a Kovács Mihály iskola épületfelújítása. Ilyen épületfelújítás, mióta létezik az intézmény, nem volt még. Berendezés, beköltözés már megtörtént, a projekt zárás az, ami most majd hamarosan meg fog valósulni. Tehát több olyan fejlesztés és beruházás van folyamatban, illetve kezdődött el, amelyekre méltán mondhatjuk azt, hogy Karcag fejlődését reprezentálja. Közeledik a húsvét ünnepkör. Miniszter úr, mit üzen ebben a rendhagyó helyzetben a város lakosságának? Vigyázzunk egymásra, és lehetőleg szűk családi körben üljük meg a húsvét ünnepét, én azt javaslom. Ezúton is kívánok mindenkinek békés áldott húsvétot és jó egészséget. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!